Ez a nyíregyházi erőmű, amely átvételéről a Debreceni mellett az új és a korábbi tulajdonos tavaly szeptemberben írt alá megállapodást. Az ügyletet 2015 márciusában a gazdasági versenyhivatal is jóvá hagyta. A Veolia több mint 20 éves szakmai tapasztalattal vette át július 1 az erőműveket, ezzel egyidejűleg mintegy 110 munkavállalót. Egyébként csak a nyíregyházi erőmű közel 16 ezer lakossági és több mint ezer egyéb ügyfelet lát hőenergiával. Üdvözlendő az, hogy 110 ezer lakost látunk most már el ezzel a két új erőművel, illetve több tízezerre telt a nem lakosság ügyfeleknek is a száma. Az ellátásbiztonság erősítése, a költséghatékonyság javítása, valamint a fenntarthatósági szempontok erőteljesebb figyelembevétele érdekében az új tulajdonos azt is megkívánja vizsgálni, hogy milyen megújuló energiaforrások bevonására van lehetőség a két megyeszékhelyen a helyi hőenergiaigény kielégítéséhez. Nyíregyházan például gőzalapú az energiatermelés, de a cégcsoport Pécsen már biomassa alapuló távhőellátást biztosít. A műszaki hatékonysága az egy fontos kérdés, ebben szeretnénk fejleszteni. Nyilván olyan fejlesztésekben gondolkodunk, amelyek kibocsátás csökkentéssel, energiahatékonysága járnak. Például a füstgázhőcserülőket szeretnénk beépíteni, vagy a kazánoknak az oxigén szabályzását szeretnénk megoldani első körben. A távfűtés nem csak kényelmes, hanem takarékos és környezetvédelmi szempontból is optimális megoldást kínál a városokban élőknek. A távfűtő rendszereknek fontos szerepe van abban, hogy hazánkban a városi légszennyezésben meghatározó savasodást okozó gázok, például a kén-dioxid és az ammónia kibocsátása az évezret forduló óta a harmadára esett vissza. Az új ügyvezető arról is szólt, a közelmúlt változásaiból a fogyasztók semmit nem érzékelnek. A változásnak a lakosságra közvetlen hatása nincs, hiszen a távő termelőt vettük meg, így a távő aki korábban is ellátta a lakosságot, továbbra is a lakosságot fogja kiszolgálni, így a szabályzott ár és az ellátás biztonság nem fog változni. A Nyíregyházi távhőszolgáltatóval hosszú távú 2022-ig tartó megállapodása van a cégnek, és mivel a szolgáltatóval a vezetékrendszeren keresztül közvetlen a kapcsolat, így várható a rendszer és a szolgáltatás fejlesztése.